fény homlokán a hold, most is úgy világít, de nagy útrakeléskor. A csillagok állása sem változott, semmit. Mi változtunk. Ahogy hazaérkeztünk, megtanultuk dédelgetni a simogatást, a vetett ágy tiszteletét, a betűk értelmét, s magunkra ölteni, amit ránk szabott, az előítéletektől terhes jelenkor. Kedves Anita, ön vezeti ezt az intézményt. Mennyi gyerek jár ebbe a takarós épületbe? 108. És a nemzetiségek aránya hogy néz ki itt önöknél? Hát körülbelül 30% a roma, körülbelül szerintem 30% a német nemzetiségű, és vannak itt felvidékiek, székelyek, magyarok, nagyon vegyes az összetétel. Mivel a lakosság egy jó része sváb származású, ezért nagyon fontos a német nemzetiségi oktatás. Aztán, mivel körülbelül 30% a roma tanuló, nagyon fontos a roma integráció. Ők minden ház előtt, kettecskén, csöndben, őszi délelőtt. Szemükbe költözik a falu nyugalma, két kezük ráncos, aprócska alma. Őrzik a csöndet. Éveik számát némán bezárják dolgos kezükbe, s ha mesélnek a fiatalságról, felröpítik, mint fiát a fecske, s ölükbe hullik a szó, gránit tömbje. Mi abban hiszünk, hogy mindenkiben van valamilyen tehetség. Vagy zenei, vagy versmondási, vagy német nyelvi. Amikor beiratkozás van, akkor én két dolgot ígérek meg a szülőnek. Egyet, hogy szeretettel neveljük a gyereket, és hogy bármiben tehetséges, itt teret fog kapni. Hadd gratuláljuk az elmúlt időszakban, hogy voltatok versenyen. Nem volt már meglepő az én számomra, én azt gondolom, hogy aranyérmeket hoznak, mert itt folyamatosan csak azt hozzák és produkálják. Énes, ön készíti ezeket a videókat a gyerekekről. Igen. Hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen kis csapat, és ezek a videók felkerüljenek a világhálóra? Egyszerűen az ember rájön, hogy ha nincs vers, nincs megszólalás az órán, nincs élmény, akkor nem ér az egész semmit. És akkor elkezdtem a gyerekeket nagyon intenzíven készíteni versmondó versenyekre és ilyesmi, és ott egy következő lépés volt, hogy világéletemben fotóztam és filmeztem, és hát mondom, akkor vigyük be a filmet az órára. És akkor, amikor elkészül egy videó a gyerekekről, és látják saját magukat, illetve a többiek őket, ez borzasztóan motiváló tud lenni. És akkor elutaztunk Budapestre, ez egy óriási élmény volt a gyerekeknek is, nekem is. Ott az ország mindenfeléből jöttek versenyző csapatok, és hát aranyminősítést kaptak a miénk, úgyhogy ez nagy öröm volt mindannyiunknak. Ugye ez egy mondjuk tanórán is az előny, hogy mondjuk felelésnél magabiztosabban áll ki egy gyerek. Nem csak a tanórán, azt gondolom, hogy az életben is. Nem azért mondunk verset, hogy versmondókká váljanak, hanem azért, hogy bárhol meg tudjanak szólalni. Dénes, a hangszerek azok hogy kerültek az iskolába? Ugye a hangszer itt nálunk mindig volt, a svábság zenéje az működött ebben is. Hála Isten, János Orsos János szerzett egy fantasztikus lehetőséget a gyerekeknek, hogy két szakképzett zeneoktató jár hozzájuk. Nagyon ritka iskola, aki így fölkarolja a cigányságot, és azt gondolom, hogy ez így példaértékben lehet az országba is ezt említeni. Nem elég, hogy ennyiféle kultúra van itt, négy falu gyereke van itt, tehát van ugye Fekedi, Szebényi, Vimind és Palota Bozsoki. És ugye mivel én történelem tanár vagyok, én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudják a gyerekek, hogy honnan jöttek, a gyökereiket ismerjék, mert ugye ha a múltjukat nem ismerik, hogy lesz jövőjük. Beszélünk svábokról, cigányságról. Időnként a két kultúra nagyon érdekesen találkozik. Nemrégiben volt a minősítő énekesen, és a két kis cigánylánykánk abszolút kiemelt aranyat kaptak rajta, németül énekelve német dalokat. Három ette, ha nem ettek a sírom, akkor is csak a babámra gondolom. Mióta az ágadat
te vágtam. Mint a diák önkormányzat elnöke, szeretettel köszöntök minden kedves diákot, szülőt, vendéget iskolánk felsős énekversenyén. Das schönste Bühnlein auf der Welt, das ist das Jancsi, most hová megyünk itt a településre? Most megyünk a kisebbségi önkormányzat épületébe. Szép kopjafátok is van itt. Így van, ez egy kopjafa. Nekünk a múltat jelenti, a házfa, és a közepén, ami kijön a kopjafa, az meg a jövőnket. Ez is a jövőt jelzi, hogy a gyerekek tanulnak zenélni. Így van, nem volt zene, átadás az öregek részéről. Tehát milyen hangnemben leszünk? D-mód, ugye? Na. Akkor az kétszer. Három, és... Attila, itt most egy kis zeneórát tartotok a gyerekeknek. Mikor kezdődött itt az oktatás? Szeptember óta gyakorlatilag. Hogy haladnak? Szerintem elég jól, ügyesek. A zene szeretete az jön ösztönösen, csak hát ugye ezt gyakorolni kell napi szinten is. Tehát az ugye nem egyszerű, ami kötelező, de hát ők is haladnak azért szépen. Ugye harmonikánál össze kell tenni a két kezet, szinkronban legyen egymással, és ez ugye nem egy egyszerű dolog. Zsuska, ez a zene az mondjuk magabiztosságot is ad a gyerekeknek? Olyan dolgot csinálnak, amit az emberek többsége nem tud csinálni. Illetve olyan helyekre eljuthatnak, ahova esetleg amúgy nem a zene nélkül. Tehát a zenének csak pozitív hatása van. Szabolcs, te mióta tanulsz a tamburán játszani? Hát én körülbelül egy éve kezdtem el tanulni a tamburázást. Heti egy alkalommal jön mindig az Attila hozzánk. És volt a családban zenész? Volt, sok zenész, de nem tamburán játszottak, hanem hegedűn. Szerinted miért jó az a kis zeneiskola, meg az a kis csapat? Hát egyrészt összehoz minket, meg a zene is egy a féle fegyelmet ad nekünk. Amikor nincs itt a tanár úr, akkor is azért gyakoroltok egyet. Persze, össze szoktunk jönni. Elvileg 3000 forintos havi díja van ennek a zeneoktatásnak, és akkor azt mondtunk, hogy felét állja a kisebbségi önkormányzat, a felét a szülők állják, amelyik gyerek itt eredményesen fogja elvégezni a zeneoktatást, azt vissza fogja kapni évvégén az egész összeget, amit befizettek. 2007-ben kaptunk meg ezt az épületet, 2008-tól voltak képzések, stíltanfolyamtól kezdve heggesztő, palgondozó, és most lesz egy ilyen számítógépes tanfolyam, és mellette számos rendezvények sorozata volt ebbe az épületbe. Itt beszélhetünk romanapról, beszélhetünk gyereknapokról, beszélhetünk ilyen házasságkötésről. Négyen gyerekek, a faluszeli dombon, magukra agyva. Egyszer a pap földjén meggyújtottuk a lábszárnyi száraz gazt, és hasította, csapta a szél az öreg kuntok szomszédos kukoricás völgye felé a sustorgó lángot. És akkor mi ilyetünkben lekopkodtuk ruháinkat, azokkal oltottunk,
leperzselődött szemöldök, haj, felholyagozott a bőr, megégett pulóver, műanyag szandál. De a kukoricástól fél méterre megfékeztük a tüzet. Másszor pedig aratás után körül a TS földjén égették a tarlót. S látva a fellegék gombolygó fekete füstöt, és azt képzelve, hogy a pap földjén átharapozva megégetheti vályokházacskáinkat is. Futottunk a kint lévő traktorokhoz, s vibráló hőségen motorbúgásokon át. Kiáltoztunk. Hé, bácsik, megégnek a házak! De azok ránk se elderítettek. És mi nem hihettük, hogy az esetleges szerencsétlenség során minket ők megvédenének. És akkor mi ugyanúgy a tardószélben kezdtük oltani az izzó szalmát pernyét. Hárman, négyen csibészek, és hősök voltunk mi. Füstös, cigány gyerekek. Szerinted miért jó ez a vers? Hát szerintem szép. És hanyadikos vagy most? Negyedik osztályos. És melyik tantárgyakat szereted? A tesit azt nagyon szeretem, németet is, még az olvasást szeretem, környezetet is, meg az infót. Most ugye nagypapád udvarán vagyunk, és mit szól a unokához, hogy ilyen szép verseket mond? Ez nagyon ügyes, ez bárhol, ez mindenki megdicsérő, hogy nagyon jó tanulom. Istenem, meghalok bánatomban, mert lelkembe hasít bele, hogy leölesz megóva engem. De jaj, pedig nekem kellene. Földedre, akár a harmad települt be népem, a cigány. Szabad a hálam a belevés nem minden kőbe. Én hazám. Ne köveket, kellett ne dob vissza rám. Ha százados panaszokat sírok. Tudom jól, éhezés, köny, kijut másoknak is. Ám népem keresztre feszítik itt. Lehetősége sincs a tetre. Hazám, hazám, nézz a szemembe! De jaj, szabadon repülő madár a szívem, ha arról álmodok, hogy reményeket adó virág vagy. Magyarország! És én legszebb szírma vagyok. Amikor ide kerültem Véménre, akkor nekem ez egy nagyon új világ volt. Tehát én roma közösségben, cigány közösségben így nem voltam korábban benne. És nekem nagyon nagy élmény volt megismerni őket, hogy az érzéseiket, hogy nagyon tele vannak érzéssel. És még hogyha rettenetes szegénységben is élnek időnként, akkor is nagyon könnyű beszélgetni velük, közel kerülni egymáshoz. Mivel mind fotózok, úgy éreztem, hogy ez egy fontos dolog lenne megmutatni, hogy hogy élnek a mindennapjaikat, az ünnepeiket egyaránt. Úgyhogy talán valahogy így kezdődött az egész. A verseket azt hogyan választják ki, vagy amit előadnak? A cigány költészet nagyon izgalmas, nagyon szép, de rettenetesen mély és nagyon nehéz. És éppen ez a probléma, hogy nagyon nehéz ennek a korosztálynak megfelelő verseket találni benne. Igazából nagyon kevés, én nem találtam vidám, játékos, inkább nagyon mély versek adok, amiket lehet találni cigányköltőktől. Hála Istennek most a 21. században is vannak nagyon jó költői a cigányságnak. Te mióta gitározol? Otthon is azért gyakoroltok együtt? Igen, szoktunk a szüleimmel. És te milyen zenéket szeretsz így játszani? Hát én mindent. És milyen műfajt? Hát inkább a cigány zenét szeretem, meg a szerbhorvátokat. Gyuri bácsi, mennyi idősnek tetszik lenni? 86. És mióta zenél? 12 éves koromban. Mennyi zenekar volt itt a településen? Hát itt három volt. A szülők is zenéltek? Igen. Édesapám apám is. Apám is. A testvére, a bátyám, ezek mind. Végig a baranyával mit csináltok a lakodalmokat. 54-ben bevonultam a hadsereghez, ott a 10 zenekar vezetője lettem. Erzsiker én, mennyi gyerek van önöknek? Nekem 9 volt, 7 év belőle. És mennyi unoka van? Hát körülbelül van 54 unokam. Gyuri bátyám, mit szól ahhoz, hogy a fiatalok újra tanulnak zenélni? Büszke vagyok, és öröm a lelkismeretemben.
öröm. Elégedett az életével, Gyuri bácsi? Én elégedett vagyok, kérem. Nem baj, ha szegények vagyunk. A becsületre vigyázunk, a tisztességre vigyázunk, rendes legyen mindenki, és a munkája által éljen meg mindenki. Nincsen rózsatövis nélkül. Segítség kicsit. Szerelem szenvedés nélkül. Boldogtalan lettem végül, mert minden csóknak könny az ára. Minden csóknak könny az ára. Polgármester asszony, most Vémint központjában vagyunk, iskola, óvoda, templom, hivatal, olyan takaros kis település, mit kell erről itt tudni? Véminden közel 1400-an élünk, ugye a nemzetiségeket tekintve egy nagyon színes település. Ez a békés együttélés, ez annak köszönhető, hogy megtanultuk egymás kultúráját tisztelni, egymást tisztelni, egymástól tudunk tanulni. Mennyire fontos, hogy fiatalok itt maradjanak, mert láttuk, hogy iskolában számos fiatal pedagógus van. Megszólítjuk a fiatalokat, hogy még csak véletlenül se jusson eszükbe elmenni, tehát hogy lehetőség az van. Sok fiatal kolléga nagyon kreatívak, az ő kezük munkáját mutatják itt ezek a rajzok, például meg a fentről lógó dolgok, lent az a halászháló, meg minden, amit fel sem tudok itt hirtelen sorolni, tehát ők nagyon lelkesek, nagyon kreatívak, és ami nagyon fontos nálunk, hogy nagyon összetartunk, nagyon összedolgozunk, nagyon segítjük egymást, és szerintem ez látszik ezen az iskolán. Mohácsi Tankerületi Központhoz 39 iskola tartozik, és a Vémindi iskola az egyik azok közül, akikre nagyon büszkék vagyunk, és példaértékű az a munka, amit ők végeznek. Láthatod, itt folynak már az előkészületek a délutáni ballagásra. Hát ez a legnagyobb rendezvény az iskolában, mert itt van a legtöbb vendégünk, számítunk 250 vendégre. Feldíszítjük egészen a 8. osztálytól a sportcsarnokig mindent, amerre ők vonulnak, majd még rózsaszirmok is lesznek leszorva. Utoljára, amikor végvonulnak az iskolán, akkor nagyon-nagyon ünnepélyes legyen az egész. Mennyi ballagó diák van most Sajnos nálatok? Sajnos csak 12. Kedves Detti, ugye te most az énekkart fogod össze az ünnepségen. Igen. Mivel készültök ma? Hát vannak hagyományos dalaink, amiket a gyerekek nagyon szeretnek. Én azt szeretem, amikor a gyerekek maguktól jönnek azzal, hogy Detti néni a ballagáson ezt vagy azt lehetne, mivel német nemzetiségi iskola vagyunk, ezért mindig van egy német dal is, de azt is ők választották ki. De a hagyományokat akkor nagyon megőrzitek. Nagyon, nagyon igen. A német nemzetiségi táncsoport és zenekar működik itt. Van egy bukovinai székely népdalkör, annak én vagyok egyébként a vezetője, és most van alakulóban a roma nemzetiségi zenekar. Ugye itt van a te kis birodalmad. Igen. Igen, igen. Most azért nincs itt senki, mert mindenki tüsténkedik valahol, van, aki a gyerekeket ebédelteti, van, aki kíséri őket az iskolabuszhoz, és hát sokan díszítenek. 14-en vagyunk mindösszesen, tehát itt mindenkinek dolgozni ilyen kell. Ilyen családias hangulat van. Így van, így van. Ilyenkor van. A ballagáson díjazzátok a jó tanuló diákokat? Azokat, akik nagyon sok dicsőséget szereztek az iskolánknak, egy ilyen emlékplakettel jutalmazzuk meg. Nagyon. Aztán, aki egy versenyen ért el nagyon jó eredményt, ő például most a Lakatos Norbert lesz, ő pedig kap egy ilyen tollat, ő német szövegértési versenyen lett első helyezett. De most azért nagyon jól tanulnak itt a cigány tanulóitok. Így van. Szerintem a szülők igenis tudják már a roma szülők, hogy a tanulás érték, és csak úgy lehet előrébb jutni, ha tanulnak, és motiválják a gyerekeket. Most a véget ér a suli ma. Milyen lesz a bizi? Jó. Jó, 5-ös, 4-es. Egyedül a kémia, ami nem annyira megy. És miből vagy a legjobb? Hát angol, ének, meg a nyelvtan az jól megy nekem. Szerintem minél többet tanul, annál nagyobb esélyekkel indul, hogy jobb élete legyen. Mert nektek azért nem volt egy lehetőség annól, ugye? Nem. Nem. És milyen volt akkor az életitvén minden a te gyerekkorodban? Én mire emlékszek? Amire visszaemlékszek, hogy anyám, apám sokat dolgozott. Mi vigyáztunk egymásra. Neked mennyi gyerek van? 3. 2 fiú és a Dorina. És a fiúk? A fiúk, Csabi 28 éves, Józsika 24. Na külön életet élnek? A Csabi az otthon van velünk,
A Józsika az Mosonmagyaróváron dolgozik, az Audinál. Dorina, német nyelvből nyelvvizsgázol is, az nagyon jól megy neked. Igen. De az angol még jobban? Az angol az folyékony, azt 6 éves korom óta beszélem. És azt hol tanultad meg ilyen jól? Kanadában. Tehát zsértetek kint Kanadában? Igen. És miért gondoltátok azt, hogy váltotok? Hogy... Van egy beteg gyerekünk, és úgy nézett ki, hogy gyógymódot találunk kint, de sajnos nem. És most már te is beszélsz angolul, németül? Így van. Meg beás nyelven. Meg a beás. Hál' Istennek. És milyen érzés a Dorinát látni a színpadon, amikor mondjuk németül énekel? Hú. Hát mindig potyog a könnyem. És nagyon mi szeretnél majd lenni? Én óvónéni. És miért? Hát nagyon szeretem a kisebbeket és szeretek rájuk vigyázni. Német nemzetiségi óvónéni szeretnék lenni, mert az általában ilyen hiány szakma. És akkor maradnál itt a Vémén a településen? Az így jó úgy télni. Szia! Bocsánat, egy kicsit késtünk. Semmi baj, no, nincs. Gyertek! Főzőt késztek? Ha már főzőt késztünk, meg már érdekelünk, meg táncolunk, meg már zenélek, mindent csinálok. Itt lesz a ballagás? Itt nem sem. És készültek az iskolai ünnepségre? Igen. Mit adtok elő majd? Majd énekelnem kell. Énekel. Németül is, és magyarul is. Mit szólsz a régi öreg zenészekhez? Hallottad meg őket játszani? Igen. Már együtt is játszottunk. Tényleg? Persze, persze. Hol? Itt. Most. És milyenek a fiatalok, a gyerekek? Jól játszanak? NB1-es, meg kell dicsérni. Te fiad is ballag, 8-os. Ez egy kitűnő tanuló fiú, ha jól tudom. 1-4-es lesz talán. Hát az nem sok. Úgyhogy az egész 8 évet az úgy gondolta, hogy elég jó teljesítette, és jó vette az akadályt ebbe az is. A család így készülődik majd a ballagás ünnepségre. Jönnek a családtagok, jönnek a barátok, úgyhogy készülünk az estére. Kedves 8-osok! Sokszor mondtam nektek, titeket mindenki szeret ebben az iskolában. Azt kívánom, hogy találjátok meg a helyeteket a következő iskolátokban is. Akiket nagyon szeretünk, azoktól nem búcsúzunk. Csak egyszerűen visszavárjuk őket. Orsos Szabolcsnak szeretnénk átadni 8 évi jeles tanulmányi eredményért, példamutató közösségi munkájáért, valamint a cigány népismereti, a térségi prózamondó, a megyei mesemondó versenyeken való kimagasló eredményért. És emléktollat adunk Lakatos Norbertnek sport eredményeiért, valamint a megyei német nyelvi versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért. Kedves szülők! Az, hogy ezek a gyerekek ilyen tehetségesek és jóságosak, az elsősorban a ti érdemetek. A ti támogatásotok nélkül a mi munkánk nem sokat érne. Minden gyerek a szülei elismerésére és figyelmére vágyik, és ezek a gyerekek megkapták azt. Így jó, így szép, könnyű szívvel repül.
körül.